Sziasztok, Peti vagyok Rómából. Ebben a videóban ivókutat fogok nektek megmutatni Rómából. Ez gyakorlatilag 2004-2005-ben kezdődött ez a rendszer, amit mutatni fogok. Rómában körülbelül 24 helyen biztos van. Jelenleg bővítik folyamatosan, talán most már 29 helyen van. Főbb vasútállomásokon, piramisnál, kolosszeumnál, turista látványosságoknál, stb. Az utóbbi időben megnövekedett az igényre, ez gyakorlatilag segítség. Tehát egy segítségadást szeretnék nektek bemutatni, segítségadás a szomjazók felé. Magyarországon nagyon elterjedt dolog, és én is nagyon sokat hallottam magyaroktól, Magyarországról, még mai napig olyan dolgokat, amik nem igazak. Rómában például ilyen az, hogy az ivóvízzel bármi probléma lenne, semmilyen probléma nincs az ivóvízzel Rómában, sőt, hát Róma gyakorlatilag egy kivételes helyzetben van. Másképp gondolkodnak itt arról, hogy hogyan kell segíteni az embernek. Ezért gyakorlatilag az Acea, egy energiaügyi cég, gondolta ki ezt a rendszert, és csinálta tovább, és most már veszik át egyre többen. Most már a római önkormányzat is, tehát Magyarországon ez a főpolgármesteri hivatal is beszállt ebbe, hogy hogyan legyen, mint legyen, merre legyen. Ezt fogom nektek bemutatni. A videó sajnos több darabból kell összevágni. Ugyanis nagyon-nagyon sokan jöttek, tehát nem tudtam, tehát csak ilyen maximum egy-másfél perceket tudtam fölvenni. Nem tudtam folyamatosan fölvenni az egészet, úgyhogy ilyen darabokból fogom össze, előre is elnézést kérek mindenkitől, de folyamatosan jöttek vízért. Nem csak ivóvizet ad az automata, hanem dúsítja is, tehát szénsavas vizet is ad, tehát majd látni fogjátok a videón, szerintem baromi jó. És folyamatosan jöttek, igen, itt tartottam, és nem csak szegények, nem csak hajléktalanok, hanem megállt például, amikor én ott voltam, megállt például egy rendőrautó, és a rendőrök kiszálltak a kis flakonjukkal, és megtöltötték szódavízzel ittek. A videón nem lehet látni majd, vagy lehet látni egy kicsit a párát az üveg szélén, jéghideg a víz, tehát ebben a nagy melegben jéghideg, illetve télen pedig egy kicsit olyan langyos víz jön belőle, tehát be van állítva direkt arra, hogy évszaknak, időszaknak megfelelően. Tehát ebben a mostani dög melegben, ugye most július vége, július közepe van, itt jéghideg víz jön belőle. Nem tudom hány fokos, nem mértem meg, nagyon hideg. Több óráig hideg marad hátizsákban is. Kolosszeumnál is van, piramisnál is, ez a piramisnál van, amit mutatni fogok, az Acea székháznál. Mit akarok mondani? Rendőrautó jött, jött mentőautó, jöttek olyanok, akik ilyen kukásautó, tehát ezeket a szelektív hulladékgyűjtőket, megálltak, mert szomjasak voltak, mert dögmeleg van, mert az utcán dolgoznak, mert bármi, akármi jönnek, utcaseprők, különböző emberkék, parkolóőrök, meg mit tudom én. Tehát ez nem csak azért van, hogy ott a hajléktalanoknak segítsünk, bárki oda mehet. Egy turista is, ha Magyarországról ide látogat Rómába, bárki oda mehet, és vehet vizet. Úgyhogy remélem tetszeni fog nektek. Nekem baromira tetszett. Maga a élőben látni, ahogy működik, és ahogy baromira nem szólnak rád egyáltalán olyan dolgokra, vihetsz akár 6-10, van, aki úgy jön, hogy kocsival kinyitja, és a csomagtartó tele van flakonokkal, senki nem szól a másikra, hogy úgy, mennyit viszel, vagy valami sorbaállás nincs, csak maximum 2-3 ember összeverődik akkor, egy nagyon picike kis sor, de nagyjából folyamatos a jövésmenés. Úgyhogy ezt mutatom be nektek, lássuk. Itt vagyunk az Acea székháznál, ez olyan víz és gáz művek, vagy mi, nem tudom. Szóval ilyen energiaügyi cég Rómában. És az érdekesség, amit mutatni fogok, az mindjárt lesz. Szóval Rómában itt található sok ilyen kút, amiről talán nem tudtok, úgyhogy egy ilyen kutat fogok most megmutatni. Szóval mutatom, hogy működik ez az automata, ez a vízautomata. Bal oldalt van a sima víz, az ásványvíz, jobb oldalt pedig a szódavíz. Ide teszi mindenki a kis palackiát, amit meg akar tölteni ingyenesen, és megnyomja a megfelelő gombot, fél liter,
két deci, fél liter és másfél. Ennyi. Amíg telik a másik palackom, addig nézzük meg itt oldalt. Itt oldalt rá van írva, olaszul, hogy egy személy 6 palacka vihet. Hát a 6 palack az nincs megadva, hogy mekkora. Illetve bal oldalt, ha mennyire kész van. Picit várja. Na és akkor ide jövünk bal oldalra, akkor itt pedig található egy kis pult, és ide nézzetek, mi van itt. Mindjárt megnézzük. Lehet ingyenesen telefont is tölteni, USB csatlakozó, van itt 4 darab. Mutatja is az ábra, hogy telefont lehet ingyenesen tölteni, ide leteszed a pultra a telefonodat, és akkor tölthetsz. Ez maga a vízautomata az Acea-nál. Remélem tetszett nektek ez a videó. Hát bocs, hogy ilyen darabokból lett összevágva, de ez van. Nagyon jó szerintem ez a kezdeményezés. Jelen pillanatban itt a koronavírus, tehát a Covid járvány miatt egy éve elkezdték elég rendszeresen bővíteni. A legtöbb ilyen kút 2014-2015-ben lett, de most 2020-ban elkezdték ezt turbozni, plusz 4, plusz 5 hely lett. És most szó van róla, hogy további segítségadás kell, mert egyre nagyobb a bizonytalanság az emberek között, ugye, hogy mi lesz a jövőt illetően, ugye klímaváltozás, stb. Úgyhogy már most szó van róla, hogy ezeket a kutakat bővíteni szeretnék, hogy beszáll az Acea mellé még más cég is, illetve más energiaügyi cég is, ilyen például az Enel, illetve be fog szállni az önkormányzattal, már most is van, tehát ez a római kommuna, tehát a főpolgármesteri hivatal Budapesten, tehát ez a fővárosi polgármesteri hivatal, római, ez csinálja, úgyhogy lehet átvenni a szokást, lehet segíteni a szegényeken, remélem tetszett nektek, gondoltam mutatok nektek Rómáról olyan dolgot, ami hát mondjuk nem annyira turisztikai látványosság, de szerintem tök jó pofa és jó dolog. Ciao a tutti, puszi mindenkinek!